Ide figyelj, ez titok, de el kell mondanom. S kinek, ha nem neked, akivel jóban vagyok. Kisgyermekkoromban történt, még nem igen tudtam semmit a világról, de már minden érdekelt. Hallgatóztam, mit beszélgettek a felnőttek, s nem is értettem, néhány szó vagy mondatfoszlány utat talált a fejemben. Egyszer ezeket a szavakat hallottam az asztal mellett. Jó az a föld, amit ledugsz a földbe, az mind kinő, többszörösen. Hát, ezen aztán alaposan elgondolkoztam. Mert nagyapa komoly ember volt, aki csupa igazságot mondott. Egyszer az ölébe vett és felmutatott az égre. Nézd fel, csukd be a szemed, tásd nagyra a szád, s ha jól csinálod, belerepül egy semennyi cukor. Mire én felnéztem csukott szemmel az égre, nagyra tátottam a számat, és valóban belerepült egy cukorka. Szóval nagyapának hinni lehetett. Ha ő azt mondta, hogy amit leásol a földbe, az mind kinő, akkor az úgy is van. Milyen jó is lenne. Ha elásnám a hintalomat, a pelykót, vagy az órom katonámat, amit a Jóskától kaptam születésnapomra, és kinőne a földbe 5 vagy 6 órom katona. Az ólom katonával kezdtem. Ástam egy lyukat a kert végében, a kerítés mellé. Beletettem, betemettem, s vártam. Milyen nagyot fognak majd nézni az oviban a társaim, ha megmutatom az újonnan kinőtt 5 vagy 6 ólom katonát. De a katonák csak nem akartak kinőni. Még hosszú napok alatt sem. Pedig ovi után egyből a kerítés mellé rohantam, hátha. Végül óvatosan megkérdeztem anyut. Anyu, amit a földbe ültetünk, az mind kinő? Bizony ki, mondta, s hozzátette, ha sokat locsolod. Tehát locsolni kell. Szóval ebben volt a hiba. Most már biztos voltam a dolgomban, és az ólomkatona mellé ültettem egy kis ezüstkanálkát, amit a konyhafiúkból csentem el. Nagy kedvence volt a kávézáshoz. Fogtam a kis kézikannát, s jól meglocsoltam mindkét dugványomat. S vártam. Ismét napokig. Közben Nagyi rémülten kereste kedvelt kis kanalát. Felforgatott mindent, a fiókok mélyére nézett, és elképedve mondta anyunak, aranyom, eltűnt a kis ezüst kanala, nem láttad valahol? Sajnáltam Nagyit, de arra gondoltam, biztos megbocsájt majd, hogyha elérakom az újonnan kinőtt ezüst kanalakat. De a kanálkák csak nem akartak kinőni, és az ólom katonával sem játszhattam. Egyre türelmetlenebb lettem. Végre rászántam magamat, és megkérdeztem az óvó nénit, hogy amit a földbe ültetük, az biztos kinője. És akkor ő elmagyarázta, hogy magnak, vagy palántának kell lennie az ültetvénynek. Képzelheted, hogy elszégyeltem magam, de nem mondtam el senkinek. Hazaérve, kiástam az ólomkatonát és az ezüstkanálkát a földből. Csúpasár volt mind a kettő. A kanalat szépen megtisztítottam, és visszacsempésztem a konyhafiókba. Nagyi nem tudta mire vélni a csodát, mikor megtalálta. Én pedig megfogadtam, hogy előbb kérdezek, és jól megforgatom a fejemben, amit hallok. Ezt ajánlhatnám neked is, de a történetemet becsszóra nem eséld el senkinek.